Gárdonyi Géza, Egri csillagok. A második résznél járunk, ennek címe Oda-Buda. Most pedig ebből a második fejezetet fogom nektek felolvasni, melynek a címe a végzetes tévedés. Egymás után jelentek meg a paprika vörös zászlók. A zászlók alatt tornyos turbánú katonák ügettek arab paripákon. Arabok, perzsák, egyiptomiak, magyarázta Tulipán. Mindig ezek jönnek elől. Az egyiknek óriási részforgó ragyogott a fején, és hiányzott az orra. Ő már járt Magyarországon. Kék bugyogós zsoldosokból álló ezred következett. A tábori rendőrök, mondta Tulipán. Ők vigyáznak a hadpénztárra is. Látja köztük azt a nagyhasú, szétütött homlokú embert? Látom. Turna a neve, magyarul daru, de inkább disznónak nevezhetnénk. Miért? Láttam egyszer, mikor sündisznót evett. Sárga zászlós ezred robogott a nyomukban. Ők is zsoldosok. Két esztendőt szolgáltam köztük. Mögöttük feltűntek az íjas lovasok, majd a zsíros pofájú csúcsos süvegű tatárok. 1000, 2000, 5000, 10000, számlálta Gergely. Sose számlálja őket, legyintett Tulipán. Vannak ezek vagy 20000-en is. Csúnya, csontos pofájú nép. Törökök is utják a tatárokat. Lófejet esznek. Főve vagy sülve? Nyersen. Míg az emberek epéjét is kiveszik. Úgy tartják, hogy bármilyen fáradt legyen is a lovuk, ha ember epével kenik be az ínyét, a ló új erőre kap. Nem sokára feltűntek a méltóságok is. A nisandzsi bék, a csukafejű, hosszú, bajszú főkancellár begyeskedve ült kurta lábú paripáján. Az ősz meggörnyedt alappénzügyminiszter és a sárga köntösös fehér süveges főhadbíró külön-külön katonacsoportban ügetett. A főtálalókat az aranytól csillogó udvari testőrség követte, majd a tarka-barka udvari vadászok jöttek, karjukon sólymokkal. Harsogva játszottak a zenekarok, miközben feltűnt a császári ménes, s nyomában a szultán testőrei, meg a janicsárok. Az utóbbiak közül sokat rabolt fiúkból neveltek. Sem anyjuk, sem apjuk nem volt. Legfőbb dicsőségünknek azt tartották, ha a harcban eshetnek el. A janicsárok mögött lófarkas zászlók alatt vonultak, aranyhímzéses fehér sapkájukban, a szultán házőrzői lehettek vagy 300-an. Messze van még a szultán? Kérdezte Gergely. Messze bizony, felelte Tulipán. Akár alhatunk is egyet. Valóban, a janicsárok legalább 10000-en voltak, s még csak ezután következett a futárok és a főtisztek hosszú sora. Tulipán láncot vett elő a tarisznyájából. Ez meg mi? Kérdezte Gergely. Ez nekem jó pajtásom, mondta Tulipán. Bilincs. Mikor ki kell mennem a faluból, rácsatolom a lábamra. Így a török nem elfog, hanem megszabadít. Na, itt a kulcsa tegye a zsebébe. Ha netán elkapnának bennünket, azt fogjuk mondani, hogy török Bálint udvarában valók vagyunk. Én rab, maga diák. Éjjel aztán kiszabadítom magát, és hazaszökünk. No maga aztán, eszes ember, szólt őszinte elismeréssel a diák. Meghiszem azt, felelte Tulipán, túljárok én még a feleségem eszén is. De jónak látta hozzátenni, mikor józan vagyok. Aztán kenyeret és szalonnát vett elő a tarisznyájából. Ha ezt látna ez a sereg, szólt Tulipán a szalonnára bökve. A török megissza a bort, de a szalonnát úgy utálja, mint a magyarok a patkányhúst. Disznó. Szent állat. Eddig, ha tudnák, hogy a paprikás szalonna milyen mennyei jeledel,
Szóval, jobb magyarnak lenni, mint töröknek? Mindenki bolond, aki nem magyar. Gergely kipillantott a szikla mögül, Tulipán megnyugtatta. Hallani fogja, amikor a szultán jön. 100 trombitás, 200 üsdobos, 100 nagydobos, 200 csörgős, és 100 sípos követi. De előtte még el van ura janicsár tisztek közepén az őz óriás, a janicsáraga, aztán a híres pasa Oglu Mohamed is. És kik jönnek a sereg végén? Kereskedők, cirkuszosok, vízhordók, 500 teve étellel, itallal, meg 100 karaván rongyos cigánya kutyáikkal. Azok a hulladékból élnek, de csak holnapra érnek ide akkora a sereg. Tulipán sokakat ismert a katonák közül. Az a barna. Velem járt iskolába, mutatott egy harcosra. Akkora szúrás van a mellén, hogy egy gyermek ökle beleférne. Az meg ott. Az a berejtékező. 100 ember tölt meg a perzsa háborúba. Az a sovány ott. Csodás tördobó. Az a fekete ember pedig a vén keskin. Fene jó úszó. Szájába veszi a kardját, és úgy úszó át a folyót, akármilyen széles is. Az a tülökorrú kalen. Olyat vágott a pallosával egy magyarra a belgrádi csatába, hogy nem csak a magyar fejét vágta le, de a lovájét is. Egyszer csak Tulipán visszahőkölt. Jól látok? Szólt összeborzadva. Jumurdzsák, de hisz azt mondták, hogy a pap felakasztotta. Én is úgy tudtam, motyogta Gergely döbbenten. Elhallgattak, majd a diák felkapta a fejét. Tulipán, ez a sok ember nem jön hiába. Ezek Budát akarják elfoglalni. Meg lehet. És ha útközben meghal véletlenül a szultán? Nem halasz meg. De ha mégis? Akkor átveszi az irányítást a két fia. Vajon mennyi idő alatt érnek Budára? Ki tudja, attól függ, mennyit pihennek. Talán egy hét. Meg kell előznöm őket. Miután elvonult Jumurdzsák szürke szakálú apja, majd a janicsár testvére Arszlán Bég is, a megállás nélkül kerengő dervis, azaz egy muzulmán szerzetes mögött feltűnt kis arab pejlován, a szultán. Mögötte két félmeztelen fekete szolga takart el a tűző napot hatalmas pávatollal. Az arca sovány volt és horpadt. Az állán rövidre nyírt szakál fehér lett. Abban a pillanatban, hogy elhaladt Gergelyék sziklája előtt, eget földet rázó dördülés engedte meg a környéket. A lovak megtorpantak. Elhallgatott a zene, őrült kavargás verte fel a port. Kődarabok, leszakított lábak, kezek, fegyverek és vércseppek hullottak az égből. Zavarodott ordítás hallatszott mindenhonnan, nehéz puskaporszag ülte meg a környéket. Végünk! Horgasztotta le fejét Gergely diák. A papunk! Azt hitte, a janicsáraga a szultán. Jó, akkor következzen az 5 kérdés. Hát írjátok fel először a fejezetnek a címét, ez pedig az, hogy végzetes tévedés. Az első kérdésem, azt hiszem, hogy nagyon könnyű lesz, ki a két szereplője ennek a fejezetnek, tehát ki az, akik között minden párbeszéd lezajlik. A második kérdésem az lenne, hogy hol vannak, milyen helyen pontosan próbáljátok meg ezt leírni. A harmadik kérdésem az lenne, hogy mit néznek, és ki az, aki igazából elmagyarázza itt azt, amit ők látnak. A negyedik kérdés az pedig
az lenne, hogy honnan ismeri ezeket Tulipán. Az utolsó kérdésem pedig nagyon egyszerű, ez a címre vonatkozik. Miért az a cím ennek a fejezetnek, hogy végzetes tévedés? Ki követi el ezt a végzetes tévedést, és miért lesz ez végzetes, kire nézve lesz végzetes, és kire pedig nem végzetes? Köszönöm szépen!